Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött Kállósemjén település önkormányzata. A napokban adtak át a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően egy a település központjában kialakított integrált közösségi sétányt. Az Európai Uniós forrásból épült sétány a Kállai Kúria felújítására irányuló projekt részeként készült el. Amire legjobban büszkék vagyunk, az a Kállai Kúria-nak a felújítása. Ez közel 1,1 milliárd forint, kimondani is sok. Egy ilyen kis településnek egy ekkora összeget, ennek megvan a maga felelőssége is, és így próbálunk hozzáállni. Jelenleg ennek a közbeszerzési eljárása alatt állunk jelen pillanatban, de számos más beruházást is tudhatunk magunkénak, egészségház, napelemrendszernek a felhelyezése, gondozási központot újítottunk fel, illetve alakítottunk ki, közbiztonsági központot újítottunk fel, megrottyant a hivatali épületünk, meg kellett újítanunk, hiszen életveszélyessé vált, tájházat, fecskelakot építettünk azért, hogy a fiatalokat valamelyest helyben tudjuk tartani, vagy hogyha már itt akar maradni, akkor legyen egy ház, ahol 5 évig ingyen is bérmentve tudja ezeket a dolgokat használni. Számos közösséget építő civil teret adtunk át, és a civilekre helyeztük a hangsúlyt, és ennek meg is lett a gyümölcse 4 évet követően, hiszen ezek az eredmények ma már tetten érhetők. Például az Arany Alkonyok Díjas Klub nálunk az aranyminősítést kapott, tehát lehetne sorolni szépen ezeket a dolgokat. Emellett pedig az önkormányzat pedig azt tette, hogy a saját erők növelése érdekében gazdálkodni kezdett, és több mint 8500 méteren most például uborkát termesztünk, több hektáron gazdálkodunk, amit az önkormányzati konyhán tudunk felhasználni. Kállósemjénben emellett külterületi utakat újítottak fel, szoborparkot alakítottak ki, és virágládákkal szépítették a települést. A legközelebbi célunk az az, hogy megpróbáljuk megoldani azt a kapacitás bővítési hiányt, tehát kapacitást akarunk bővíteni a szennyvíztelepen, hiszen 150 köbméteres kapacitással rendelkezünk, a pályázatunkat befogadnánk, elbírálás alatt van, remélhetőleg a 14-20-as ciklusban erre mindenképpen sor kerül. Az önkormányzatnak egy döntő szerepe van szerintem a 14-20-as időszakban, hiszen azon helyi vállalkozókat, akik itt vannak a településen, de fizetik az adóikat, őket kell erősítenünk, segítenünk kell az ő munkájukat a pályázatoknak megírásában, illetve koordinálásában, ezeknek az útvesztőknek a koordinálásában 60% mégiscsak oda megy az uniós pénzeknek, és nekünk ez a talán a legfontosabb célunk a munkahelyek teremtése tekintetében. A fejlesztések nem állnak meg, a településen az önkormányzat konyháját is szeretnék felújítani.